A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem egy varázslatos ifjú hölgy, egy rendkívül tehetséges képzőművész, textilművész, Szabó Anikó. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Igen. Az indítatás pedig nem más, mint hogy a Pelikán fészekben egy remek összefogásnak köszönhetően a Vörösmarty Színház, a Szent István Király Múzeum, a Szent István Múzeum, illetve a Fehérvári Kézművesek Társasága összefogott, és ettől a pillanattól kezdve tárlatok nyílnak majd az emeleti teremben, és azt hiszem, hogy ez egy fontos előrelépés, nem csak azért, mert megnyílt, megújult, hanem azért is, mert fontos, hogy szerintem alapvetés, hogy a képzőművészek minél nagyobb teret kapjanak Fehérváron is. Nos, hát tehát a textilművészi hivatásról fogunk beszélgetni, de hát ehhez természetesen tudnunk kell azt is, hogy mi volt az indítatás, hiszen gyermekfővel egy kicsi lány szinte bizonyosan próbál már alkotni, de hogy eljusson addig, hogy az alkalmazott művészetben ilyen szintet érjen el, ahhoz időnek kell eltelnie. A tehetség nyilván adott volt, de hogy kezdődött nálad? Hát igazából már gimnazista koromban elkezdődött, sőt már előtte általános iskolás koromban is. Nagyon szerettünk, volt pár barátnőm, akikkel nagyon szerettünk rajzolgatni, és nekünk hát sok rajzházit megcsináltam, ami nem az enyém volt például, szóval hogy tényleg ez ilyen kiugró volt, hogy mi nagyon szeretünk rajzolni, és segítettünk is azoknak, akik nem voltak annyira tehetségesek. És már általános iskolában is különböző szakkörökbe jártam, és akkor hívta fel a szüleim figyelmét a rajztanárom, Attila bácsi, hogy hát van bennem potenciál, és hogy lehet, hogy érdemes lenne ezt egy kicsit kiaknázni. És akkor, amikor a pályaválasztás volt, akkor ugye beszélgettünk anyukámékkal, és mondták, hogy hát itt van ez a jó kis tóparti, itt Fehérváron. Igazából anyukámnak egyetlen egy kikötése volt, hogy bárhova mehetek gimnáziumba, de nem mehetek kollégiumba, mert hogy szerinte én azt nem bírnám. És akkor mondtam neki, hogy ebben egyet értünk, és de hát, hogy ugye itt volt Fehérváron az a tóparti is, akkor nem Budapestre mentem, ahol ugye szintén ott van a kisképző, mint nagyon jó hírű művészeti gimnázium, hanem ugye akkor megpróbáltam a tópartiba. És nagyon érdekes volt, mert először kerámiát tűztem ki célnak, majd elmentünk egy fél éves kipakolásra anyával, miután már beadtuk a papírokat, és akkor ott teljesen beleszerettem a textil szakba, és hát mondtam, hogy fú, hát rosszul döntöttünk, a textil kellett volna először megjelölni. Hogy lehet beleszeretni a textil szakba? Egyik pillanatról a másikra, mert nyilván hát körülvettek textilből készült tárgyak, szépek és kevésbé szépek egyaránt, de ez minden embernél így van. Igazából nem is tudom, hogy jött egyáltalán a kerámia. Szóval, hogy gyerekkoromban is folyton a mamával kötöttem, horgoltam. A általános iskolában már olyan szépen tudtam kötni, hogy anyukám azt mondta, hogy ő nem tanít tovább, mert hogy ő nem tud újat mutatni, keressek mást, aki segít nekem ebben. Horgoltam is már folyamatosan, karkötőket csomózgattunk. Tehát mindig valami textillel foglalkoztam, szóval nem igazán értem így utólag igazából, hogy hogyan jött az a gondolat, hogy én a kerámiára menjek. És akkor anya mondta, hogy tipikusan anya, ugye, hogy hát én megmondtam, és akkor felmentünk az igazgatóhoz, és nagyon segítőkészek voltak az igazgatóirodába, mert mondták, hogy semmi akadálya, megfordíthatjuk a sorrendet, sőt, még örültek is, mert hogy a textilre jelentkeztek mindig a legkevesebben. Az alkotói attitűded mennyit változott, illetve mennyit adtak a tópartiban? Hiszen nyilván középiskolás fővel azért tanulékony az ember fia, és az megadja azokat az alapokat, amelyekre aztán később bátran támaszkodhat. Én nagyon-nagyon jó alapokat kaptam. A Csókás Emese volt a gimiben a textiltanárom,
Hát voltak olyan hajnalok, amikor mondjuk egy kicsit elódáztam a házi feladat megcsinálását, és hajnal 2-kor még ültem a lámpafénybe, és rajzoltam a mintasorokat Emesének, és ő nagyon, nagyon keményen fogott minket, szóval volt olyan, hogy egy A4-es lapra kellett 7 darab mintacsíkot felrajzolnunk, szépen kiszerkesztve a távolságokat, minden, és akkor ugye a mintacsíkokat már meg volt adva, hogy most pöttyös minta kell, csíkos kell, szabadon rajzolhattunk bármi, de hogyha egy nem tetszett neki belőle, vagy nem is az, hogy neki nem tetszett, nem illett bele a kompozícióba, vagy nem tudtam megindokolni, hogy én azt miért csináltam úgy, akkor az egészet újra kellett rajzolnom. És akkor minden órára volt mondjuk 5 lap, hogyha egy nem volt jó, akkor következő órára már 6 volt, hogyha abból, szóval, hogy így azért így törekedett az ember arra, hogy akkor legalább, hogyha egy ötletem van, azt végigvigyem egy lapon, precízen, szépen átgondoltan, és hogyha több ötletem volt, akkor azokat külön-külön lapon dolgoztam ki, ezzel is ugye egy stílus érzékünket próbálta Emese egy kicsit helyre rakni szerintem. Tehát meg kellett fizetni a tanulópénzt, meg. Viszont megérte ilyen értelemben, mert hogy egy határozott elképzelések mentén építetted fel az alkotásaidat. Igen, igen, ettől abszolút. A pillanattól kezdve. Ez azt jelentette, hogy egyenes utat vezetett a főiskolára is. Igen. Bár ugye a kommunikáció alkalmazott művészet szakra jártál, a kommunikációs főiskolára. Igen, de ott is ugye a kézműves szakra, tehát ott is már a művészeti irányba tanultam tovább. Mi az, ami pluszt adott neked? Nyilvánvaló, hogy ott azért az egyéniség kidomborodik mindig. Már ideje korán, gondolom én itt a főiskolán is. Hát mit már a gimnáziumban ott? Is. Főiskolán az nagyon nehezen indultak az első évek, mert ilyen különböző, hát ilyen bürokratikus dolgok voltak, hogy elindult a képzés az egyik iskolánál, de az az iskola csődbe ment, stb. És akkor végül úgy vitték át a akkori budapesti kommunikációs főiskolára a szakunkat. Nekem nagyon-nagyon sokat jelentett ott, hogy iszonyatosan jó műhely munkák alakultak ki, tehát jó volt a műhely hangulat. Mi reggel bementünk hétre a műterembe, vártuk a kapu előtt a portást, hogy jöjjön és nyissa ki az ajtót, és este 7-kor az éjszakai portás, ők már ugye addig leváltották magukat, szólt, hogy hát akkor most már el kell hagynunk az épületet. És mi egészen addig bent voltunk, ebédelni mentünk csak ki, és nagyon jó barátságok kovácsolódtak, és mi ott ültünk napi 12 órát a műhelyben, és dolgoztunk. Tehát egy tipikusan csupa nagybetűs csapat voltatok. Igen, egy jó csapat voltunk. Tehát ilyen közösségben mit tudtok adni egymásnak, hiszen nyilvánvaló, hogy azért kiki más elvek mentén képzeli el a jövőjét, akár hát a textilművészeten belül is. Nem is csak más elvek, hanem ez úgy adódott össze, hogy voltak a ruhások, voltak a nyomósok, mint nyomott textilanyag, volt a kerámia szak, és volt a szövött textil, és ugye ketten-hárman voltunk a szövőről, akik összekovácsolódtak, de nagyon jobban voltunk 2-3 nyomóssal, úgy szintén kerámiásokkal, és hogyha mondjuk én elfogytam, úgymond a munkában, vagy nem volt elég inspirációm, akkor fogtam és átmentem pihenni mondjuk a nyomóműhelybe. És akkor ott ugye elkezdtünk beszélgetni, mindenki elmondta, hogy épp mit csinál, én is elmondtam, hogy épp mit csinálok, mivel akadtam el, vagy mi az, amit át kell jobban gondolnom. És így igazából segítettünk egymásnak, egymás munkájában így tovább gördülni. A tehetség, a szorgalom, a küldetéstudat így kézenfogva járt nálatok nyilvánvaló. Igen, igen. Melyik volt az az első pillanat, amikor azt mondtad, hogy igen, most már végérvényesen megtaláltam a helyem, mert sikerült olyan alkotásokat megmutatnod, amelyet csak álmaidban, vagy amit elképzeltél magadnak? Mármint, hogy amikor tudtam, hogy ezt a pályát akarom. Hogy ez már mi, hogy már mindenképpen olyan szinten vagy, hogy innét már csak felfelé vezet az út. Hát ehhez azért az egyetem kellett. Ehhez kellett az egyetem? Igen. Nagyon, nagyon jó technikai alapokat kaptam itt az Emesétől Székesfehérváron. Nagyon sok mindenbe belekóstoltatott minket, hogy azért így legyen egy rálátásunk arra, hogy a textil művészet az mit is takar, milyen technikák vannak, mivel mit lehet csinálni. De én úgy gondolom, hogy az alapszakomon, az egyetemen volt az, amikor úgy igazán el tudtam mélyülni például a szövésben, és technikailag is úgy elmélyültem az egészben, hogy utána
azzal a tudással én már tudtam úgy hozzáállni mondjuk egy projekthez, hogy most nem azt mondom, hogy nem úgy esik, ahogy puffan, hanem tudatosan tudtam tervezni, hogy igen, ezt úgy akarom, hogy kinézzen, hogy, és az, hogy így nézzen ki, azt kell csinálnom, hogy. Tehát szóval, ez nem egy kulcspillanat volt, hanem sokkal inkább egy folyamat. Igen, ez egy tanulási folyamat volt. És kik voltak azok a mesterek, akik az egyetemen beléd plántálták azt, hogy az elképzeléseidet lehető legmagasabb színvonalon próbáld megvalósítani mindig? Hát a legesleg az a Barát Hajnal volt, ő volt a szövős tanárunk, illetve a Dorombi Mária. És Kenyeres András volt a technológia tanárom, akivel konkrétan volt egy 5 órás vizsgám, mert azt mondta, hogy amíg én nem tudok minden kérdésre válaszolni, ő nem enged ki a vizsgáról. És mondtam neki, de nekem nem kell 5-ös, nekem jó, ha átmentem a vizsgán, és mondta, hogy nem, mert ő tudja, hogy én tudom. Úgyhogy addig ott ültünk, amíg meg nem válaszoltam minden egyes kérdését. És hát ez 5 órán át vizsgáztam. Ez volt az egy ilyen legemlékezetesebb pillanatom, hogy éreztem, hogy ő ezt jó indulatból csinál. Tehát ez nem volt rossz hangulatú, hogy nekem ott kell ülni 5 órán át, hanem ez egy nagyon jó hangulatú vizsga volt, mert éreztem azt, hogy ő ezt azért csinálja, mert tudja, hogy bennem ez ott van, és segíteni akar ezzel. Hogy találtál magadnak technikát? Hiszen az korán sem mindegy egy szövő embernél, aki művészi alkotásokat készít. Ez a gimire tudok visszavezetni. És ez meg is maradt? A gimiből? Vagy csak igen. Igen, nekem ott jött, hogy a szövés, a szerelem. Ott még nagyon ilyen kis ábrándos művészke voltam, úgymond. A Büki Zsuzsa volt a rajztanárom és az osztályfőnököm, és ő például nagyon szerette volna, ha én festőszakra megyek tovább, mert hogy nagyon, nagyon szerette az akvareljeimet és a pasztelképeimet. De nekem valahogy, ahogy az MSL leültetett először minket egy állványos szövőszékre, már ott nagyon tetszett, ahogy tudtam bánni a különböző fonalakkal, és akkor képeket tudtam ott is alkotni. De ami ilyen nagy áttörés volt, szerintem, amikor először egy Takács szövőszékhez leültetett minket, és akkor, hogy azzal mennyi mindent lehet. Hogy választottál motívumrendszert? Hiszen az korán sem mindegy. Itt megcsodáltuk azokat az alkotásokat, amelyeket a Pelikán fészekbe elhoztál. Nem egyedi, viszont minden egyes motívum, ami szerepel ezeken a szőtt textileken, különleges. Igazából a mindennapi életemből hozom ezeket. Nagyon sokat járunk a természetbe, meg nekem szükségem is van arra, hogy egy héten nem tudok elmenni egy nagyot sétálni valahova a városon kívül, akkor összedől a világ. Tehát, hogy akkor ez nekem egy ilyen nyugi pont. És valahogy mindig, amikor otthon vagyok, vagy amikor a műhelyben vagyok, és leülök csak rajzolgatni, vagy alkotni, vagy tervezek mondjuk egy szőnyeget, valahogy nekem mindig ezek a pillanatok, azok a nyugodt, megnyugvásos pillanatok jönnek, amiket a természetbe töltök, és így jött ez az egész. Az fontos volt, hogy csatlakoztál idejekorán a Fehérvári Művészek Társaságához? Nem gondolom, hogy idejekorán, igazából megcsináltam a diplomamunkámat, hazaköltöztem, és párhuzamosan megcsináltam a diplomamunkámat, és utána jelentkeztem. Én nem voltam biztos benne, hogy felvesznek, mert akkor, sőt, főleg visszatekintve, én úgy gondolom, hogy azért egy eléggé kiforratlan portfóliót adtam be, úgymond, de mégis látták benne a potenciált. Ma már nem azt a portfóliót adnám be, mint akkor. Akkor még úgy voltam vele, hogy mindent meg kell mutatni, amit eddig csináltam, hogy én értek ehhez is, hogy én értek ahhoz is. Most már nem így csinálnám, most már abszolút a rám legjobban jellemző dolgokat adnám be. Ugyanakkor nem feledhetjük, hogy több mint 10 esztendő, tehát 2011-ben, amikor végeztél a főiskolán, már ott voltál az év fiatal divattervezője kiállításon, a 25-ök között. Igen. Az megerősítést jelent egyébként, hogy igen, megéri, figyelnek rám, és próbálok ennek tükrében tovább fejlődni? Abszolút, de igazából azzal úgy voltam, hogy az a pályamunka, amivel oda bekerültem, az egy OMDK-s projekt volt, és abszolút ilyen kitekintés nekem. Tehát, hogy volt az alapszakon ruhás óránk is, mondván, hogy abba is kóstoljunk bele, azt hiszem, hogy fél év volt talán,
És akkor ott készítettem azt a ruhát, amivel oda mentem, de igazából az egy anyagmanipuláció volt, és egy egyszerű csőruhát készítettem belőle. Tehát, hogy eredetileg az egy sáv volt, vagy hát egy stóla, amiből készítettünk aztán végül egy ilyen ruhát, és akkor be lehetett adni erre a pályázatra, de én utána mentem még csak mesterszakra a Moholy Művészeti Egyetemre, és ez valahogy teljesen feledésbe ismerült nekem. Tehát nagyon jó érzés volt, hogy engem oda beválogattak, nagyon jó érzés volt felmenni a kifutóra, hogy fú, igen, én ezt csináltam, ezt a ruhát, és látni ott a ruhámat, de nem éreztem azt, hogy ez az én világom lenne. Tehát a csoportos egyetemi kiállítások a későbbi időszakban, az egyetemi éved alatt az nyilván már más volt. Az más volt már, igen. És amikor megérkeztél, akkor tudtad-e az egyetem után, hogy mihez fogsz kezdeni azzal a felhalmozott tudással, ami a tiéd volt már? Bizonyos voltál benne, hogy maradsz mindenképpen a szövésnél értelemszerűen? Igen, abban igen. De hogy teljesedhet ki egy alkotó ebben a munkában, az egyértelmű volt számodra? Nem, abszolút nem. Mikor kikerültem a mesterdiplomám után is az egyetemről, akkor egy kicsit ez az elveszettség érzés volt, hogy jó, akkor most megcsináltam mindent, amit szerettem volna, mi legyen? És azt tudtam, hogy szeretnék magamnak egy műhelyt otthon kialakítani, hogy én majd ezzel tudjak foglalkozni, illetve a diplomamunkámat szerettem volna akkor nagyon egy termékké megcsinálni. Aztán sajnos azóta kiderült, hogy ennek több buktatója is van, és több szempontból is valószínűleg nem lehetséges, vagy hát ha lehetséges is, mert lehetséges lenne, csak akkor nagyon-nagyon drága termék lenne, amit senki nem tudna megfizetni. Úgyhogy azt tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, azt is tudtam, hogy szeretnék magamnak egy műhelyt, de hogy mi az, amit én konkrétan fogok csinálni, az így a későbbiekben forrott ki. Meg annyi csoportos kiállításon vehettél részt, és a Design Heteknek ugye állandó résztvevője voltál éveken keresztül. Igen. Ez mit ad egyéb iránt? Most nem a csoportos kiállításra gondolok, a Design Hetek. Hát ez igazából média figyelmet ad, vagy hát nem is média figyelmet, de hogy nyilván a megrendelők megtalálnak, mivel ők keresik az a réteg, akinek készülnek ezek a szőnyeg is, például ők keresik ezeket a design eseményeket, és jó, hogyha ilyen helyeken ugye megjelenik az ember, és akkor látják, hogy ó, igen, ott van rengeteg tervező, de mondjuk neki az én szőnyegem tetszik, akkor ugye megtalál, és vissza tud keresni is, hogy megjelentem egy-egy ilyen helyen. Miként telnek az alkotói mindennapjaid? Hiszen nyilvánvalóan itt most a kiállításon észleltük, hogy ugye ott vannak a grafikáid, igen, amelyek egészen különlegesek abban az értelemben, hogy a felülnézeti szántóföld képek, amit bemutattunk itt egy anyagot erről, mellett ott vannak azok a kicsiny történetek, mert ez legalábbis az én szemszögemből az egy történet, tehát összekapcsolódik a kettő. Igen. Hát igazából az elnagyolt felülnézeti képeket akartam egy kicsit ellensúlyozni azzal, hogy azért meg van vizsgálva rendesen is ez a téma, és hogy nem csak elnagyoltan nézek ezekre az egészekre, hanem a kicsi mikroszkópikus dolgokat is ugyanúgy észreveszem és látom. Illetve nagyon szeretek ilyen kis rajzokat készíteni, tehát ez nekem ez ilyen meditáció, úgymond. Ez egyfajta út. És honnét jött a gondolat, ez a szántóföld-szerű, szántóföldre abszolút hasonlító történet, hogy felülnézetből hoz elénk mindazt, amit mi, ugye egy köznapi ember alig láthat? Hát nagyon sokat túrázunk, folyamatosan megyek, ha egyedül, ha társasággal, ha párosban, ugye kutyáim is vannak, és akkor hát nyilván nekik igényük is van rá, hogy menjünk egy-egy hosszabb túrát. És nekem mindig az az érzésem volt, amikor egy-egy látképet nézek, hogy ez az egész, amit látok, ez olyan, mint egy hatalmas nagy szőnyegtakaró. És nagyon izgalmasnak találtam azt, hogyha mondjuk felmentünk egy kilátóba, és láttam, hogy igen, itt ér véget az erdő, ott már egy repceföld van, utána egy tarló van, vagy akár egy szántó. És nekem valahogy mindig ezek jutottak róla eszembe, hogy ezt le lehetne képezni akár szőnyegbe is, hiszen azt is felülről nézzük.
kívülállóként, ugyanakkor művészetkedvelőként azt mondhatjuk, hogy ha látjuk az alkotásaidat, hogy kerek a világod. Így van ez? Igen, így van. És merre vezet az utad? Hát csak előre. De úgy értem, hogy az alkotói attitűd, hogy keretbe zárjuk a történetet, az fog változni, vagy megmaradsz a textilnél mindenképpen? A textil az szerintem nekem már egy ilyen örök darab. Igen, az egy örök. A grafikai kitekintések biztos, hogy lesznek még. Ugyanúgy szoktam festegetni is, például még mindig, vagy pasztelt előveszek néha, tehát hogy vannak ilyen fajta féle alkotásaim is. De a textil az, ami nekem örök. Tehát ez egy folyamat része mindenképpen. Igen. Mikor lesz olyan kiállításod legközelebb, amelyre már készülsz gőzerővel, hiszen nyilvánvaló, hogy egy alkotóember nem állhat meg. Hú, hát ezt most letudtam, erre nagyon készültünk, ugye, mert ez a Láncos Kornél Szegfügyula ösztöndíjnak volt igazából a pályamunka bemutatása. Ezt 2020-ban nyertem el, csak ugye jött a Covid, jött minden tolódott, úgyhogy nem tudtam így az egészbe bemutatni itthon. Nagyon sokat megyek vásárokra, oda is ugye készülök a kicsi termékeimmel, úgyhogy most inkább az a rész jön, így a tavaszi időszakban ez a vásározós időszak. És hát ugye lesz a Kortárs Művészeti Fesztivál, arra már igen, azért készülök. Annál is inkább, mert fontosak a vásárok egyéb iránt, de bár én azt igazából nem tudom, hogy mennyire népszerűek a kézműves termékek, az ilyen nagy léptékű művészi kézműves termékek mostanság. Egyre népszerűbbek szerencsére. Most ugye nagyon sok, főleg Budapesten nagyon sok dizájnvásár van, ahol az alkotók találkozhatnak úgymond a célközönséggel. Most volt nemrégiben egy iparművészeti vásár, a Fix, oda is meghívást kaptam, és az nagyon-nagyon jó volt. Illetve Fehérvár Csurgon szokott ugye lenni a friss termés vásár, ez is iparművészeti vásár. Ezek nagyon jó megjelenési lehetőségek nekünk, iparművészeknek. Ugye amúgy is egy kicsit itt a városban ilyen szinten elveszett vagyok, mert ugye a Fehérvári Művészek Társaságában inkább képzőművészek vannak, én viszont inkább iparművésznek datálom magam. Vannak álmaid? Persze, vannak. Van olyan, ami nem titkos? Most beadtam egy pályázatra, egy 3 éves ösztöndíj pályázatra az anyagomat, azt nagyon szeretném elnyerni például, ez nagyon jó lenne. No, hát érdeklődéssel várjuk, nincs kétségem felőle, hogy az úgy lesz, és akkor mosolygós szemmel fogunk viszont látni téged, bár most is mosolyog a szemed, és ez így van rendjén. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én azt gondolom, hogy folytatjuk, és ott leszünk a kiállításokon. Én köszönöm. És szurkolunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Szabó Anikó textilművész volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.